Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Felújítás. 150 millió forintból korszerűsítik a soproni német nemzetiségi általános iskola főépületét. Nyári abroncsok. Egyre többen váltanak nyári gumira a soproni szervizekben. És Magyar Költészet napja. Több program is tisztelgett a jeles nap előtt Sopronban. 150 millió forintból újítják fel a soproni német nemzetiségi általános iskola főépületét. A rekonstrukció során kicserélik a nyílászárókat, felújítják a mellékhelyiségeket és az épület teljes energetikai rendszerét. Új padlóburkolatok kerülnek az osztálytermekbe, és két új csoportszobát is kialakítanak. 2020. decemberében kezdődött a soproni német nemzetiségi általános iskola főépületének a felújítása. A korszerűsítést már nagyon várták az intézményben, hiszen ilyen nagyszabású felújítás még nem történt az iskolában. A 80-as évek elején készült el eredetileg az épület, bizony megérett arra, hogy új külsőt és új alapokat kapjon. Nyílászárók cseréjéről, az épület szigeteléséről, energetikai felújításáról beszélünk. Természetesen ehhez hozzátartozik a fűtőtestek felújítása is, és szelepekkel való ellátása. Több osztálytermünk új padlóburkolatot kap, megújulnak a mellékhelyiségek, a mosdók. A teljes elektronikai hálózat felújításra kerül, valamint két új kis csoportszobát is sikerül kialakítanunk ennek keretében. Egyik áll különösen közel a szívünkhöz, és egyiknek örülünk nagyon, hisz itt egy nemzetiségi kis bemutató múzeumot, német nemzetiségi csoportszobát szeretnénk kialakítani. Ezek az új csoportszobák a német nemzetiségi oktatást segítik. A tervek között szerepel, hogy a nagy közönség előtt is megnyissák ezeket a tematikus kis termeket. Jelenleg gőzerővel folynak a munkák az intézményben, így úgy tűnik, sikerül a tervezett időpontban befejezni a nagyszabású felújítást. Nyár közepére, július 15-e a pontos határidőnk, várjuk a felújítás végét, erre kell befejeződni, a kivitelezőnek erre kell készen átadnia az épületet. Közel 150 milliós összegről beszélünk, fenntartunk a soproni német nemzetiségi önkormányzat támogatásával, sikeres pályázat eredményeképpen valósulhat meg. A felújított, korszerűbb intézmény a következő tanévben több mint 800 diákot fogad majd. A tavasz beköszöntével egyre több járműtulajdonos cserélteti le a téli abroncsokat nyári gumikra, ám a szeszélyes időjárásnak köszönhetően még nincs csúcsidőszak a soproni gumiszervizekben. Magyarországon egyelőre csak ajánlott az évszaknak megfelelő abroncsok használata. Egyre többen cseréltetik le a téli gumikat nyárira ebben a soproni gumiszervizben. Már elindult a szezon, ám a szeszélyes április, illetve a vírushelyzet miatt még nincs csúcsidőszak, emeli ki Kozma Miklós gumijavítómester. 7 fokos napi átlaghőmérséklet felett a gumik cseréjét érdemes elvégezni. A nyári gumi anyagösszetétele miatt jól tűrje a meleget, a hőséget. Nyári gumi más a összetétele, mint a téli guminak, egyszer mindázatra is, másodszor a anyagösszetétele, a futóanyagnak az összetétele, ami a stabilitást adja az autónak az úton, és ezáltal a víz kiszorítása a esőbe, meg a száraz úton is. Ezért van az, hogy a téli gumi nyáron már amúgy is lágyabb, és még a meleg hatására még a stabilitást egy kicsit rontja az utakon, hogyha mostan téli gumival megyünk, ha már megjönnek a melegebb idők. A gumiabroncsot szervizben érdemes cseréltetni, hiszen itt gumiszerelőgép és centírozógép is segíti a munkálatokat. Mielőtt feltennénk a gumikat, érdemes megvizsgálni a nyári abroncs állapotát, mert a korral romlik az anyagösszetételének minősége. Legjobb ilyenkor szakemberhez elmenni, ez pár pillanat alatt meg tudja mondani, pár perc alatt, hogy most mennyire öreg a gumi, a mintázata még megfelele. Mert van olyan eset, hogy a mintája nagyon jó, de már öreg a gumi, és kezd kibakelitosodni. Én annak nevezem bakelitosodni. Ki van keményedve, és az aszfalt meg már nem tapad. Nagyobb a fékhatás. Ezáltal meg lehet látni a gumin is ezeket az apró kis repedéseket a vál részen, hát hogy ez az öregedés ottan meg. De a mai gumiknál az a baj, hogy az időjárás is szerintem ez a UV is közrejátszik, hogy gyorsabban öregedik a gumi, mint
30-40-50 évvel ezelőtt. Hát akkor mentek 20 év, amíg le nem kopott, addig mentek a gumival. Ha valaki 20 évig ment vele, akkor 20 évig használta a gumit. És még utána még vitték futózásra, hogyha nem üregedett annyira ki, mint most. Ha nyáron felforrósodott aszfalton használjuk a téli abroncsokat, akkor lényegesen gyorsabban kopnak, rövidül az élettartamuk, ezért érdemes időben elmenni a gumiszervizbe. Magyarországon egyelőre csak ajánlott az évszaknak megfelelő abroncsok használata. A Magyar Költészet napja alkalmából szervezett irodalmi sétát a Prokultúra. Vasárnap délután a belvárosban 14 helyszínen irodalmi emlékhelyek és személyek nyomába eredhettek az érdeklődők. A sétát mindenki a saját tempójában és a saját útvonala alapján teljesíthette. A túrát teljesítők egy soproni költőnő dedikált versével is gazdagodhattak. Nem írom pennával, fekete téntával, de Szabján Élivel, ellenség vérivel az én örökítem. A március 15-i huszárjárás sikerén felbuzdulva újabb tematikus programmal készült a Prokultúra. A Poéta Séta névre elkeresztelt szabadtéri kalandjátékon az érdeklődők a járványügyi szabályok betartása mellett kereshették fel a soproni irodalomhoz kapcsolódó helyszíneket. Egy olyan sétatervet állítottunk össze, ahol 13 plusz egy helyszínen valamiféleképpen Sopronhoz kötődő irodalmi emlékhelyeket kereshetnek föl az arra vállalkozók. Magányosan, kutyával, babakocsival, baráti társasággal vagy családdal, tényleg a járványügyi szabályok betartásával mindenki a saját tempójában ezt meg tudja ejteni, vagy teljesíteni tudja. Különböző kérdések vannak az egyes helyszínekhez kapcsolódóan, néhány helyen segítők is közreműködnek, és akkor az utolsó helyszínen, hogyha ezt a kis térképes menetlevelet bemutatják, akkor egy ajándék versben, egy soproni költőnő dedikált versével térhetnek haza ajándékul. A kötetlen séta során az első magyar nyelvű virágénektől a kortárs soproni költőkig sok érdekességgel találkozhattak az érdeklődők. A kalandjátékon a Soproni Petőfi Színház művészei is közreműködtek. Az elmúlt 500 év lírájával ismerkedhetnek meg egy kicsit az arra érdeklődők, sőt több is, mint 500 év, hiszen a Soproni Virágének nevű első magyar irodalmi szerelmes lírikus nyelvemlékünk is megemlítésre kerül ezen a sétán, hiszen a Soproni Városi Levéltárban őrzik ezt a csodálatos nyelvemlékünket. Tehát több mint 500 éves az első irodalmi részletecske, amivel találkozhatnak, és kortárs költők, tehát most is velünk élő, Sopronban élő költők művei is megjelenik, illetve hát a különböző korszakok, különböző alkotói színészekkel, hagyományőrzőkkel megelevenítődnek egy picit ezen a sétán. A Poéta Séta során a színészek életre keltették azt a költőt, hőst, akik kötődnek az adott helyszínhez. A művészek verssel és prózai részlettel is kedveskedtek a járókelőknek. A sétát mindenki a saját tempójában és saját útvonala alapján teljesíthette. A pedagógusok soproni művelődési háza is megemlékezett a költészet napjáról. A koronavírus járvány miatt idén szűk körben a járványügyi szabályok betartása mellett tisztelegtek a magyar költők és írók munkássága előtt. A rövid megemlékezést követően a József Attila szobornál helyeztek el koszorút a résztvevők. A Magyar Költészet napját 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük. Költészet napját a Pedagógusok Művelődési Háza nevében mi egy rövid megemlékezéssel, összekötött koszorúzással ünnepeljük. Ekkor emlékezünk meg nem csak József Attiláról, és nem csak a mai napon született írástudókról, hanem fejet hajtunk a költők és írók munkássága előtt. A Soproni Múzeum is megemlékezett a költészet napjáról. A koronavírus járvány miatt idén rendhagyó módon tisztelegtek a magyar költők előtt. A jeles nap alkalmából versrészletekkel díszítették fel a Lenkvilla kerítését. A költészet napja alkalmából a Soproni Múzeum dolgozói összegyűjtötték a számukra kedves magyar költők tollából származó verseket, versrészleteket. Az érdeklődők a látogatók által beküldött verseket is megtekinthették a Deák téren. Soproni Múzeumban is már évek óta hagyomány, hogy valamiféle kisebb programmal megemlékezünk erről az eseményről. Tavaly sajnos már a járványügyi intézkedések miatt nem volt módunk arra, hogy élőben szervezzünk valami kisebb megemlékezést. Idén is kimaradt volna, de aztán addig ötleteltünk a kollégáinkkal, még kitaláltuk ezt, hogy bár a múzeum zárva van, azért a múzeum kertre mi a
múzeumkert kerítésére mi ki tudunk tenni verseket, és megkérdeztük a kollégákat a múzeumon belül. Facebookon közzétettünk egy felhívást, hogy várjuk mindenkinek a kedvenc versét, a kedvenc sorait, és ezekből a versekből, amik beérkeztek, készítettek aztán a kollégáim egy kis installációt ide a kerítésre. Az irodalmi alkotásokat április 9-e és 11-e között tekintette meg a szépszámú érdeklődő a Lenk Villa kerítésén. A Magyar Költészet napját 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot a kormány 2011. április 12-én alakította meg. Ezen a napon ünnepeljük a bűnmegelőzés napját 2019 óta. A jeles dátummal a közös erőfeszítés, a széleskörű összefogás fontosságára hívják fel a figyelmet. A bűnmegelőzési nap a gyermekek és az ifjúság védelmére is ráirányítja a figyelmet. Erről is beszélt Mozaik című adásunkban Babelláné Lukács Katalin, rendőrőrnagy, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. Például a zaklatás a mi időnkben az úgy történt, hogyha valaki bement az iskolába, és mondjuk ott egy zaklató környezetben ő volt az áldozat, hogyha hazament, és utána lement az otthoni gyerekekkel játszani a grundra, akkor ott meg lehet, hogy ő volt már a véleményvezér, és jól tudta magát érezni. Sajnos most, hogyha egy gyerek zaklató helyzetben van, akkor ott korán sem szűnik meg ugye az iskolával ez a környezet, hiszen hazamegy, és az internet adta lehetőségekkel sajnos ő tovább is zaklatás áldozatává válhat. De ugyanígy az elkövetés is ugye bizonyos szempontból sokkal egyszerűbb, hiszen pontosan az internettel előállt az a helyzet, hogy csak egy rossz kor megnyomott továbbítás, egy rossz kor megnyomott felvételből sajnos komoly bajok lehetnek. Igazi szeszélyes arcát mutatja a következő napokban az április, egy kis időre ismét visszatér a tél. Az időjárásról további részleteket híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, melynek vendége Babelláné Lukács Katalin, rendőrőrnagy, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó lesz. Majd Hajrá Sopron című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, önök a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. További híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden egy hidegfront hatására egyre többfelé várható csapadék. A Nyugat-Dunántúlon többfelé és a magasabb dunántúli tájakon havas eső, hó is hullhat. Az északi-északnyugati szél többfelé erős, helyenként viharos lesz. 3 és 9 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Szerdán kezdetben még sokfelé esős időre van kilátás. A magasabb dunántúli és északi tájakon átmenetileg havas eső, hó is hullhat. Élénk, erős, nyugaton-északnyugaton viharos lehet az északias szél. Délután mindössze 3-8 fokra van kilátás. Csütörtökön és pénteken is még sok felhő lesz felettünk.